passes me through the peak. Múlt itt hétvégén voltunk Effelten, kis kulacházen, és összeállt az új motor. Frenki csinált nekünk egy új 1.6-os kovácsolt motort. Nagyon jó lett. Effelten teszteltük, szerintem ott elég jó eredménynel sikerült végeznünk. És ugye azzal készültünk fel erre a versenyre. Illetve hát szerettünk volna menni jövő héten a hegyen, de az sajnos ugye elmaradt. Tegnapi szuper speciálon igazából ez egy érdekes dolog volt. Tehát annyira nem értem, hogy még egy aszfaltverseny elé betenni egy ilyen köves, sziklás, murvás Akropolis rallyt körülbelül. Volt egy kis technikai gondunk is, emiatt kaptunk bőven puttonyba, úgyhogy próbálunk majd sietni mai nap folyamán ezt igazából ledolgozni. Az autó az jó, megpróbálunk sietni. Azért ki fog derülni, hogy ki milyen fából van faragva, mert tempó az van rajta. Nekem egyébként nagyon tetszik, mert ugye van egy technikásabb rész, van benne egy tempósabb rész, úgyhogy szerintem biztos, hogy nagyon jó lesz. Sima jobb hosszú. Sima jobb hosszú. Sajnos az történik a mai nap folyamán, hogy végig kergetjük magunkat, mert tehát bejutottunk egy elég nagy hátrányt a szuper speciálon.
sajnos a saját hibánkból, és futunk az eredmény után, viszont szerintem jól megyünk. Tehát van sajnos egy átlag hátrányunk, amiket be kéne hozni, azt így az a baj, a fiúk az elejében rettentő gyorsak, tehát van, akikkel nem lehet már ilyen komoly csatákat úgy vívni, hogy adunk neki 10-20 másodpercet, hanem mikor mondjuk azt neki 2-3-at, akkor azért az elég szoros. Tehát igazából futunk az eredmény után, alapvetően nagyon tetszik, nagyon jó, tehát pálya az ugye tök jó, mert technikás, meg tempós, nagyon-nagyon tetszik nekünk. Szerintem jó is, mert minden körbe gyorsulunk, tehát szerintem, hogyha ezt nézzük, akkor az valószínűleg mutatja, hogy jó ez, meg jó lesz ez. Az autó az hibátlan, nagyon jól megy, motor is szuper, a fiúk is nagyon jó munkát végeznek, úgyhogy hát most várjuk, hogy mi lesz, hogy leesett az eső. Ez meg fog mindenki tréfálni, hát bízunk a legjobbakban. Sima ball out loose.